Sziasztok! Tudakozzunk egy kicsit, rég volt már ilyen, össze is gyűlt pár e-mail, nem ígérem meg, hogy sikerül végigmenni az összesen. Most van 9, hát majd meglátjuk, attól függ, milyen hosszúak ezek a kérdések, illetve milyen hosszú rájuk válaszolni. Jó, nézzük az elsőt. Ákos kérdezi, hogy lehet azt megcsinálni, hogy valamilyen eszközzel teszem azt egy bottal, valahova kattintok, és ami ott van, az sebződik. Hát fogod a kezedbe a botot, és a bal gomba kattintok, és így sebződik. Tehát így nem teljesen értem a kérdést. Arra, lehet, hogy arra gondol, hogy területre hogyan lehet. Ahova kattintok, és oda, tehát így megütöm ezt a blokkot, és e körül meg sebződjenek. Az a baj, hogy a Minecraftban azt nem lehet tesztelni, hogy én most így merre nézek. Tehát, mármint így paraméternek használni. Persze a szelektorban lehet írni, hogy XYZ, hol van az? Itt van. Tehát ez a zárójelben ez a két szám, hogy milyen irányban nézek. Ezt akkor, hogy mozgok, ezek is így forognak, és akkor ezeket tesztelhetem, hogy mit tudom én, 90 és 0 között van, vagy ilyesmi. De és így végigtesztelni az összes irányt, az kicsit sok. De nem is lényeg, tehát azt nem tudom tesztelni, hogy én ráütöttem erre a blokkra, mondjuk túlélőben. Tehát most, hogy így kattintok ide, azt nem tudja érzékelni. Jaj! El is fejtettem. Tehát ezt így nem lehet sajnos így beolvasni. Olyat lehet, hogy kidobom mondjuk a tárgyat, és a körülötte lévőket sebzi. Ez ugye az execute. Csak nem csabusával, hanem tárgyal. Így type egyenlő item. Most ebből ugye még nincsen benne az, hogy bot legyen. Ahhoz tesztelni kell azt is, hogy bot legyen, de azt hiszem ezt mutattam múltkor, hogy azt hogyan lehet megcsinálni. Mindegy, majd valaki megkérdezi, hogyha nem tudja. Tehát, és akkor mit tudom én, egy effektet, de most csak így egy killt írok, mindent olyan meg, ami nem játékos. Type egyenlő. Felkiáltolja a player, az a nem játékos, de azért ne az egész pályán, hanem csak ami, mit tudom én, kettőre van tőle. Így. És ezt be kell rakni egy command blockba, ami folyamatosan fogja ezt futtatni. Nem keresztül. És így mostantól, hogyha van ilyen creeper, és mellé dobok tárgyat, ja, saját magát is megöli, de jó vagyok. Igen. Akkor odaírom, hogy hát erre ment, azt nem kéne odaírni, mert ha pont arra a blokkra dobom, nem akarom kivenni a játékosnak, engem is megöl. Ja, ami nem tárgy, és a neve nem Csabúrzsa, most elég fapados megoldás. Megöli őket. Engem meg nem öl meg, mert Csabúrzsának hívnak. De igazából ugye sokkal szebb lenne, hogyha mondjuk a játékosok kapnának valami teget, vagy valami szkort, és akkor az lenne a feltétel. Mert most ha így mit tudom én, mondjuk feljön Csabinyó és kipróbálja, akkor őt is megöli. Mondja, így magáé dobja a tárgyat. Aztán Patrik kíváncsi, hogy meg tudnám mutatni 1.9-ben. Tényleg azt nem mondtam, 1.9-ben vagyunk. Blockrack, ping, particle-t csinálni sima kővel. Azért kérdeztem, eddig csak olyanokat láttam, amik 1.8-ban működnek. Szóval van ez a particle, és akkor blockrack, igen, de ez még kevés. Egy XYZ, akkor az legyen itt. Kiterjedése, fail block minden irányban. Sebesség 1. Lehessen látni, hogy 30 mód. Igen, lehet normál, mindenki lássa. Params, és még vannak paramsok is. Aha, és ezt kommandóba kéne futtatni. Így. Ennyit, ez a params az utolsó paraméternek egyet írok. Igen, nekem is kicsit fura, mintha változott volna a szintaktika? Nem tudom, mindegy, most így működik. És akkor elvök, hogyha a kettőt írok, akkor már másik blokk, így lehet az azonosítókat írni. Mi a 30-as? Pókfonál? Talán. 69, hát próbáljuk ki a 69-et. Ez az úzott kőnek néz ki. De aztán ki tudja. Jó, szóval így néz ki a parancs. Ja igen, kővel kérdezted, az ugye az egyes. Akkor kö. Yeah.
Gergő kérdezi, hogy azt meg lehet csinálni, hogy alszom egy ágyban, és ha meghalok, egy másik helyen lévő ágyban ébredek. Hát parancsból természetesen át lehet állítani a spawn pointot. Van itt egy ágy, és akkor mondjuk ebben az ágyban ébredjek. És akkor amikor fölkelnék, akkor teleportáljon át. Tehát ilyen teleport parancs kell tulajdonképpen. Gyorsan le kell puskáznom, de van ilyen score, vagy van ilyen nem is score, NBTA játékosnak, hogy mennyit aludt, vagy mennyi ideje alszik. Na, és most azt kell majd tesztelni. És azt hiszem, egy parancs is meg lehet majd oldani. Ez a sleeping az azt mutatja, hogy a játékos épp alszik-e. Van egy sleep timer, hogy hány tikje van az ágyban. Na most akkor ezt a sleep timer-t kell tesztelni, hogyha ez elér egy bizonyos értéket, akkor történjen valami. Akkor ez mégsem lesz egy parancsos. Ugyanis kell egy test for. Ez a sleep timer-re mondjuk, ugye tikkek vannak, mondjuk írok 20-at, ez elvileg 1 másodperc. Tehát 1 másodperc vagyok az ágyban, akkor írok ki, hogy CA. Ezt ilyen feltételesre állítom. Igen, bekapcsolom. Így. És ha befekszem az ágyba, akkor rá 1 másodperccel körülbelül meg kellene a chatten, hogy annak. Ja, meg este is. És semmi. Jó. Azért meg kell a típusa is az ilyen teszteknél, sajnos nem sajnos. Short típus, úgyhogy S betűt kell mögé írni. Ezt egyébként onnan tudja, a wiki oldalról le tudjátok puskázni, tehát hogy megnézitek, ott a NBT előtt van egy ilyen kis ikon, hogy milyen típusú. Vagy megjegyzitek. Befekszem. És ott az a... Na, tökéletes. És ja, mondjuk teleportálódjak ide. Ennyi. Hopp, 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 hopp. És még mindig fekszem. És aztán visszateleportálok ide. Tehát elteleportáltam az új helyre, csak így szerintem nem fog látszódni. Ah, így is belső nézet van. Látjátok, most a másik helyen vagyok. De még mindig fekszem. Aztán ott kelek föl. És akkor ezt úgy lehetett megoldani, hogy kiütöttük az ágyat, aztán gyorsan vissza is raktuk. Egyébként. Hú, komoly, és az új helyen vagyok. Ha! Csak kipróbáltam a 100-at, de sikerült eltalálnom. Tehát, hogyha pont 100 ez a sleep timer, és lefekszem ebben az ágyban, akkor ez még pont úgy van, hogy felkelek, de még el is teleportál, és ott a másik ágyon vagyok. Hát ez nagyon komoly. Engem is egy kicsit meglepett, még nem próbáltam ilyet. Hát akkor, kedves, ki kérdezte? Kedves Gergő, akkor így lehet ez a test for parancssal, sőt, mi ez csak is, ja nem, igen. Ez ugye az NBT rész, ugye nem tudom így egy parancsba forgatni őket. Ha esetleg a teleportnak ide lenne ilyen NBT, és oda lehetne írni, akkor lehetne, de sajnos nem. Szóval így lehet. És állítsuk már vissza a nappalt, mert nagyon idegesítő. Nem is tudom ki kérdezi, nagyon fura e-mail címe van, mindegy. Lehet olyat csinálni, hogy például adott időben egy item jelenjen meg egy bizonyos ponton, például a vasrúd a vasblokkon. A következő kérdésem az lenne, hogy bizonyos időben például 10 perc múlva tűnjön el egy fal, és ez korba számolja, hogy mindenki láthassa. Hát az, hogy adott időben megjelenjen egy tárgy, hát nem tudom mi aktiválja, vagy az idő lényeg, hogy valami történik, és utána, mit tudom én, hány másodpercen megjelenik egy kő. Hát az... Most megmutatom azt a időzítőt, amit... Illetve csináltam videót tényleg időzítőről. Akkor nem is mutatom meg, majd belinkelem. Ugye annyi a lényeg, hogy leraksz valamilyen tájtárolót, mondjuk sütőt, fölé egy hoppert, és a hoppernek be lehet állítani ezt a késleltetést, hogy hány másodperc, vagy hány tick múlva adja le a tárgyat. És ha leadta a tárgyat, akkor aktiválja az egyik command blockot, ami kiüríti a sütőt, a másikban pedig egy summon van, adott koordináton is oda megidézi. És akkor ennyi. Nézd meg azt a videót. Egy bizonyos időben például 10 perc múlva eltűnik egy fal, és ez korbot számolja, hogy mindenki láthassa. De mit számol az időt? Hát az időre... Az időneve... Start, úgyis van play,
Play One Minit. Elég hülye neve van, ugyanis ez ticket számol, tehát ha most így kirakom a set display-el ide oldalra, ja, igen, az időt, akkor lehet, hogy folyamatosan nő. Ez a ticket számolja, ez így lehet időt számolni. Úgy lehet ezzel trükközni, hogyha mondjuk másodpercet szeretnétek, hogy ne pörögjön így, hogy nem ezt az időt iratjuk ki, hanem felveszünk egy másikat, ami mondjuk ezt az idő kettő, nem fantáziadús, ez ilyen dummy, ennek mi adjuk meg az értéket. És ennek az értéke pedig mindig az időnek, ami most ott pörög, annak a század része. Tehát scoreboard, van egy olyan, hogy operation, mindenkinek, igen, az idője az. Ugye első körben azt csináljuk, hogy az idő, tehát hogy az idő 2 az legyen idő, és aztán ezt az idő 2-t elosztjuk 100-zal. Ahhoz pedig kell egy másik score, amiben ez a 100-as van, ami szintén dummy. És akkor ezt átmásolom ide be, akkor legyen 100-zal osztva, és ugye föl is kell vennem. Egyébként nem kéne így a játékoshoz kötnöm, mármint hogy, na, tehát amikor itt értéket adok neki, itt a player setnél, akkor szerintem nem tanácsos így, hanem kéne egy ilyen fix játékos, mert ha valaki följön mondjuk a pályára, annak meg nem lesz meg ez a 100. Úgyhogy lesz egy ilyen X játékos, és neki beállítom ezt a 100-at 100-ra. Igen, és akkor idejön, hogy az X-nek a 100-a. Jó, és akkor van még az, hogy volt, mindegy, beírom újra, hogy kirakjuk ezt az idő 2-t. Úgy, még nincsen ott, mert ez be kell kapcsolni. Ja, persze. Persze, mert egy tick az ugye 20. Nem, egy másodperc az 20 tick. Akkor ennek a 100-nak az értékét át kéne állítani 20-ra. Na, nézzünk meg még egyet. Hogy kell mondjuk 10 blokkból kisorsolni egy random blokkot? Nem lehetséges. És megírom a parancsot. Igen. Ezekben a ládából egy randomot. A legegyszerűbben a spread players parancsal lehet. Talán csináltam is róla a tutoriált. De mondjuk ezen a 3x3-os terepen fogok most sorsolni. Mondjuk egy armor standot fogok össze-vissza pakolgatni. És akkor így néz ki a spread players-nek a szintaktikája. Igen, a koordináta. És hát ugye ez pontosabban ennek a közepe kell, tehát a így ez a két szám, az X és a Z, nem Y, tehát nincs magasság. Spread distance, a entitások egymástól való távolsága, tök mindegy. Most csak egy lesz úgyis, max range, hát ez egy. Respect trim to true false. Az a paraméter, az a respect teams, az azt jelenti, hogy akik egy csapatban vannak, azokat úgy összerakja. Tök mindegy most. És utoljára van az entitás, az meg mondjuk egy, legyen egy tárgy. Ez könnyebb csinálni, csak kidobok egyet. Kidobok egy tárgyat, megnyom. És most oda középre rakta. Megnyom még egyszer. Hoppá. És most oda. Na jó, nézzünk meg még egy kérdést. Ferenc kérdezi, hogy kell olyan testfort csinálni, ami egyszerre több tárgyat ellenőriz le. Például van-e 26 arany több nála? Ezt mondja, a count tag nem működik, de működik. És akkor írtott egy példát, azt rontottad el, hogy nem írtad oda a típust, ugye az előbb mondtam. Amikor kivetted a count tag-et, akkor működött, igen. Persze. Hogyha a hibás részt kiveszük, akkor működik. Persze. Hogy is mutassam meg. Ha itt a chaten futatom, akkor van visszajelzés. Aha, van. Jó. Akkor most magamhoz veszek pontosan
26 aranytömböt. És most lefuttatom, ugye hát nem működik, mert a counthoz oda kell írni a típusát, ugye mint mondtam, honnan lehet lepuskázni. Én is most lepuskázom. Azt mondja, ott egy B betű van mellette, ez azt jelenti, hogy byte típusú, odaírok egy B betűt. Na, most hát igen, ki van kapcsolva a visszajelzés. Úgyhogy most bekapcsolom gyorsan. Ott van, found Csabusa. Mert ott van nem a 26. Nagyon fontos, hogy ez a pontos értéket teszteli, tehát hogyha így csinálom, így most van nálam egyik szorban 1, aztán 25, aztán 38, ez összesen még több is, mint 26, de nem fog megtalálni, mert ő olyat keres, hogy 26 van. Úgyhogy ezzel nem lehet olyat tesztelni, hogy összegyűjtötted az összes valamit, mert ha nincsenek esztekben, akkor hiába. Tehát mondjuk az lenne a küldetés, hogy gyűjts össze 25 aranytömböt, és akkor én össze-vissza berakosgattam magamnak, és nyomom a gombot, hát ez nem működik. Hát ugye azért összesztekkel a játékos, meg hogyha úgy veszi föl, nem ő rakja az inventory-ba, akkor a játék automatikusan stekkeli, tehát mégis valószínűleg működni fog, csak azt mondom, hogy nem 100%. Nem nagyon lehet. Maximum úgy, hogyha egyesével leszámolom, és eljutok 26-ig. Van még ugye a clear parancs, de annál csak maximum értéket lehet. Tehát én, ha clearnek írok be 26-ot, akkor elvesz tőlem 26-ot, de akkor is, ha kevesebb van. Ugye? Úgyhogy, hát csak azt tudom mondani, hogy érdemes az ilyeneket kerülni. Vagy még abszolút járható hogyha pályán kírjuk, hogy legyenek egy stackben, mert azt tudja csak ellenőrizni a rendszer. Bár nem olyan szép, de mondjuk van olyan körítést adni neki. Hogy jön mondjuk a üzenet vissza, hogy hát nem is gyűjtöttél annyit, vagy nem is egy helyre raktad, tehát hogy valahogy utalni rá. Na, de a lényeg a kérdésre a válasz, hogy egy B betűt kell odaírni, mert mint mondtam, ezeknél a teszteléseknél sajnos kell a típusa is. Jó, akkor annyi kérdésre válaszoltam hirtelen, még van hátra 4, azt hiszem, vagy 5, nem is tudom. Ha tetszett nektek, akkor jelezzétek, és még folytatom, ha van kérdés, akkor kérdezzetek, ha tárgymezőbe odaírjátok, hogy tudakozol, akkor azt automatikusan csak tudakozóban fogom megválaszolni. Egyébként van olyan, írtok néha olyan e-mailt, amire azt mondom, hát, hogy ezt e-mailben nem olyan könnyű megfogalmazni, hogy lehessen érteni, és inkább bemutatom. Ja, úgyhogy remélem tetszett, a kézikönyv olvasom.